Salamon király kincse, első rész. A főszerepben Patrick Swayze, Kőszegi Ákos. Kwitinkua hegység, Dél-Afrika. Hol vannak az elefántok? Órák óta járunk, és egyet sem láttunk. Nem megyek haza üres kézzel, Mr. McNabb. Ott vannak, uram. Látja? Főleg nőstények. És néhány hím, nincs sok a nyar. Nem baj, ez is valami. Mehet. Én majd fedezem. Ne kapkodja el, óvatosan. Mr. Bitter, nem lövünk állatra, csak ha én szólok. Ez az én csapatom, Mr. Quatermain. Egy kifejlett hímet ígértem önnek, és azt meg is fogja kapni. Ellen, elnézést kérek. Nem azért utaztam ide, hogy lőhessek egy nyomvadt elefántot. Majd én elintézem. Helyes. Mit művelsz? Kell nekem ez a munka, add meg neki, amit akar. Ki van zárva? Ha nincs velünk megelégedve, keres majd mást. Velem nem fog nőstényekre és kölykökre vadászni. Ha még több ilyen fickó jön ide, gazdagok leszünk. Te is és én is. Rendesen nevelhetnéd végre a fiadat. Fogd be a szád! Megállapodtunk, McNabb. Annyi állatot lövök, amennyit csak akarok. Úgy is lesz, uram. Nem, ha én itt vagyok. Tessék, lőjön csak! Ne! Ne! Tessék, Quatermain. Jól van? Jema. Jebona. Nos, az első nap jó volt a zsákmány. Egyetért? Igen, nem rossz. Mr. Bitter, a sérült állat a lehető legveszélyesebb a vadonban. Az az anyaállat erős, hatalmas és rendkívül okos. Pontosan tudja, hogy kisebesítette meg. Igazán? Bizony. Igaz ez? Igen, de most arra már valószínűleg oroszlánok vagy hiénák marcangolják. Remek. Igen. Nagyszerű. Butaság. Szabadíts ki! Gyorsan! Ez az! Kecsiba! Jemu! Get it.
Ne haragudj. Drága Elizabeth, úgy tűnik, hosszas keresgélés és annyi kudarc után végre meglelem Salamon király kincsét. A sors iróniája, hogy miközben egyre közelebb kerülök a kincshez, rajtam kívülálló erők lehet, hogy megakadályoznak célom elérésében. Jelenleg szinte biztos vagyok benne. Megtudtam, hogy gazdag támogatóim és a helyi kuakuáni törzs szinte versenyez egymással, melyikük fossza ki hamarabb Afrikát. Egyre inkább nyilvánvaló, hogy te vagy az egyetlen, akiben megbízhatok. Elküldöm ezt a térképet, hogy őrizd meg. Felbecsülhetetlen értéke van, vigyázz rá nagyon. Remélem, meg tudlak védeni azoktól a veszélyektől, melyek rám leselkednek. De amennyiben védelemre van szükséged, keresd meg Ellen Quatermaint, talpig becsületes férfi. Rejtsd el ezt a térképet, így aztán megóvhatjuk a kincset azoktól, akik be akarják szennyezni. Szerető atyád! Bintu! Fénnek? Tessék! Szaladj, amilyen gyorsan csak bírsz, és ne állj meg! Fokváros. Kótami, Afrika szeret téged. Ne az országot hibáztasd a balszerencsédért. Kéva, én nem az országot hibáztatom, és ez nem is balszerencse. Az történt, hogy csalódtam a társamban és a feleségem. A fiam Angliában él, és szüksége van apára. Ideje lenne már hazamennem. Te nem oda tartozol, hanem ide közénk. Igen. Afrika egész más lesz nélküled. Afrika nem változik. Akár itt vagyok, akár nem. A Kuakuanik földje. Hubanvina. Tvala a nevem. Én vagyok a király. Az egész vidéki. Ó, milyen jól beszélsz. Ismerem a nyelveteket. Miért hoztál ide? Van egy térképed, ami egy kulcshoz vezet. A kulcsot akarom. Sajnos fogalmam sincs, miről beszélsz. Végezz vele!
Ne! Várj! Igen, igaz, hogy találtam egy térképet, amiben szó esik egy bizonyos kulcsról, de már messze van. Elküldtem a nagy vízen túl a lányomhoz Angliába. Ezt rosszul tetted. Hozd vissza. Ez lehetetlen. Nem, Maitland. Semmi nem lehetetlen. Írj egy levelet a lányodnak Angliába, hogy hozza vissza a térképet. A cár, az orosz küldött ide, hogy találja meg a térképet. Nagy hadserege van. Nem féltem tőle sem. És a haláltól sem félek. Olyan fájdalmat okozok, mely rosszabb a halálnál. Apa? Szia, Harry. Apa! Annyira hiányoztál. Te is. Hadd nézzelek, fiam. Most már nem kis Harry vagy. Nagy Harrynek foglak hívni. Jó napot, Charles. Ki van itt? Jó napot, Margaret. Rég nem láttuk errefelé, Ellen. Igen, tudom. Nem viheti el Harryt Afrikába? Nem. Én már hazajöttem. Londonban élek. Nem, Ellen. Harry boldog itt. Mi vagyunk a gyámjai. Megbocsátanak. Szeretlek. Én is szeretlek. Menj. Majd találkozunk. Gyere, fiam. Szégyentelenül gazdagok, és meg akarják tartani Harryt. Előfordulhat, hogy a bíróság úgy látja, hogy elhagyta a fiát. Ez hazugság, én nem hagytam el őt. Amikor az anyja meghalt, a nagyszüleihez küldtem Londonba, mert akkoriban úgy gondoltam, hogy így lesz neki a legjobb. Vagyis több ezer mérföldre küldte el. Az ő érdekében. Maga pedig Afrikában maradt. Austin, valahogy pénzt kellett keresnem. Nagyon izgalmas életet él Ellen. Nagy vadakra vadászik, szafarikra jár, közelről látja a vadont. Senki nem hibáztatja, hogy ezért lemondott a családjáról. Miket beszél itt? Nem mondtam le a családomról. Ha őszinte akarok lenni, véleményem szerint Harrynek jobb a nagyszüleinél. Sok pénzük van, előkelő iskolába. Csak hogy engem jár. Nem érdekel a véleménye, Austin. Én vagyok az apja. Ő az én gyermekem. Mondja meg, hogy elvállalja-e az ügyet, vagy sem. Nos, be kell bizonyítania, hogy megbízható, felelősségteljes szülő. És ehhez pénz kell, Ellen, sok-sok pénz, mert foggal körömmel kell harcolnunk. Ha nincs pénze, nem hiszem, hogy visszakapja a fiát. Sajnálom. Jó képű fiú, de az a kutya elég fura. Az egy disznó. Még hogy disznó. Kocsmáros, még egyet kérek.
Rossz hírek? Az rossz hír, ha az embert nem tartják rendes apának. Tessék. Minden jót. Köszönöm. Ez nem nekünk való hely. Gyere, Elizabeth, ne keveredjünk az ilyen népséggel. Bácsikám, ne butáskodjon, ha itt van, megtaláljuk. Segíthetek, hölgyem? Igen. Egy úriembert keresünk, akit úgy hívnak Ellen Quatermain. Hölgyem, én vagyok Ellen Quatermain. Nem, én vagyok Ellen Quatermain. Ide figyeljen, barátom, egy hölgyel beszél, ha nem látná. Az amerikai, akkor az lesz az ott a pult végén. Maga, Mr. Ellen Quatermain. Johnny. A névjegyem. Az úr Good kapitány. Szeretnénk Afrikába utazni. Így igaz. Hálásak lennénk, ha egy percre abba tudná hagyni az ívást. Sajnálom. Már nem vezetek szafarikot. Tehát maga és Dracula gróf elmehetnek. Vigyázzon a szájára, uram, különben megjárja. Igenis, kapitány. Sok pénzt kereshetne vele. Mi lenne a dolgom? Meg kell keresnünk apámat. Elrabolták Afrikában. Afrika nem hölgyeknek való. Nem félek semmitől, Mr. Quatermain. Főleg akkor nem, ha az apám életéről van szó. Micsoda faragatlan, visszataszító alak. Nem értem, hogy képzelte ezt az apám. Hogy bízhatott meg egy percig is ebben a részeges, felelőtlen fickóban? Aki azért nem buta. Tessék? Igaza volt abban, amit Afrikáról mondott. Elengedhetetlennek tartott, hogy elmenj oda. Ne kezdje ismét, nem tud lebeszélni róla. Ha Quatermain nem jön velünk, akkor majd keresünk mást. Nem lesz olyan nehéz. Good! Maga az! Prétor! Bushell! Minek köszönhető, hogy partra szállt, kapitány? Nos, bemutatom az unokahúgomat. Hölgyem! Elizabeth Maitland. Prétor, hölgyem. Bushell. Uraim! Velem együtt szolgáltak a Hidalgo hadihajón. Vagy a King Cardin? Úgy látom, sok megbeszélni valójuk van. Én visszamegyek a szállodába. Ahogy akarod, de mindenképpen maradj a főutcán. Úgy lesz, nagyon örültem. Kisasszony? Nos, mi történt veletek? Állj meg! Adj csak vissza, kis tolvaj! A térképet is Maitland. Nem tudom, milyen térképet akar. Tudja, az apjáét, mert minket illet. Jól van? Igen. Köszönöm. Szívesen. Csak most derült ki számomra, hogy az apja, Samuel Maitland, a régészeti tanszék vezetője. Így van. Mi történt vele? Már mondtam, elrabolták. Küldött egy levelet. Tudja, hol tartják fogva? Csak annyit, hogy valahol Dél-Afrikában. Hajlandó vagyok egy vagyont fizetni önnek, uram, hogy elvigyen oda. Afrika rendkívül veszélyes hely, hölgyem. Ott nyomát sem találja az itteni luxusnak. Elizabeth!
Hála Istennek itt vagy. Miért ilyen izgatott? Történt valami. Gyere velem. Felforgatták. Igen, szörnyű. Ez nem rablás volt. A férfi az utcán. Ő sem a pénzét akarta, hanem valami mást követelt. Megtámadta? Nem esett semmi bajom. Úgy érzem, valamit eltitkol előlem Miss Maitland. Mondd el! Mielőtt elrabolták, apám küldött nekem valamit. Mit? Hallott már Salamon király kincséről? Salamon király kincse nem létezik. Legenda. Ez a térkép tartalmazza a zsidó kincseinek helyét. Apám mintegy 30 éve ezt a kincses kamrát keresi. Azt írta, nagyon vigyázzak rá. Megnézhetem? Ha nem viszem vissza Afrikába, akkor apámat megölik. Nem inném. Tessék? Fokvárosban, hölgyem. Tucatjával láthat. Ilyen térképeket. Téved, uram, ugyanis az apám élete függ attól, hogy ezt a térképet elviszem-e egy afrikai törzsfőnek egy Sitandras Kral nevű helyiségbe. Sajnálom. A kincs nem létezik. Ez a térkép... Mi az, Quatermain? Elképzelhető, hogy Maitland professzor jelentős felfedezést tett, de én tudom, hogy a kincs nem létezik. Engem nem a kincs érdekel, hanem kizárólag az apám. Segít kiszabadítani. Egy teknős. Jézusom, itt mindenki így él. Köszönöm, asszonyom, nem. Quatermain! Tudtam, hogy nem bírja sokáig Afrika nélkül. Örülök, hogy visszatért. Jó napot. Csak rövid időre jöttem, látogatóval. Majd hiszem, ha látom. Elhiheti. Aha, ne kerüljön bajba. Igyekszem. Miért nem lesz kormányzó? Mert túl veszélyes. Ügyes légy. Csak ide. Fizess szépen. Most én jövök. Ezt figyeld. Add ide a kockát. Én következem. Mennyit tesztek rá? Na? Kultemény. Hey, Szambóna. Hey, főnök! Te, az ember! Mondtam, hogy találsz magadnak másik asszonyt. És így is lett. Nem kíván, félreérted? Nem a feleségem. Lehet, de szerintem akkor is gyönyörű. Igen, az, tudom. Csak hogy egy kissé akaratos. Hallod ezt? Én aztán betörlegem.
Egy szót se értek. Az időjárásról beszélnek. Miss Elizabeth Maitland, Good kapitány. Giva és Wentvogel. Vagyis még. Fiúk, lenne egy munka. De úgy látom, jó, dolgotok van. Ráérünk. Ez semmi. Nem fogjátok elhinni, amit mondok. Salamon király kincsét keressük. Mit szóltok hozzá? Ott a nő. Láttad a térképet? Nyit. De nem egyedül utazik. Az öreggel. És Kotterménnel. Maga ismeri őt? Ismerem. Akkor meséljen Kvóterményről. 12 éve érkezett az országba. Egyszer csak megjelent az irodámban egy puskával a kezében. Én felvettem. Egy ideig jól megvoltunk. Aztán? Elhozta ide a feleségét és a fiát is. És óvatlan lett. A nő eljött egy szafarira. És egy kölykeit védő oroszlán széttépte. Ettől Ellen megőrült. Azt hitte, hogy a vadászatért büntették ezzel. Ellenem fordult. És ha meg kell ölnünk? Akkor legalább nem fordulhat többé ellenem. Tudja, hogy a nálunk levő térkép a cár tulajdona? Csak azt tudom, hogy egy vezetőre van szüksége, aki jobban ismeri Afrikát, mint a két barátja. A fáradozásáért megkapja a zsákmány 10%-át. 25 és nem mondja 22 és felett. Jól van, megkapja. Hölgyeim és uraim, a Blue Motel. Tehát ez az. Takarosnak tűnik. Miss Maitland, van megfelelő ruhája a szafarihoz? Igen, van megfelelő ruhám a szafarihoz, Mr. Quatermain. Parancsoljon. Köszönöm. Uram. Ez micsoda? Strucnyak, uram. Strucnyak? Nem ízlik, főnök. Hát... Jó étvágyat. Mikor indulunk holnap? Hajnalban. Quatermain, te nyúl szívű csirkefogó. Megmondtam, hogy ne tol többet a képetet erre a földrészre. Mr. Quatermain, itt egy igen magas, borostás úriember, és magyarázatot követ el. Igen, tudom. Érzem a szagát. Akkor nézz szembe velem férfiként, és ne úgy viselkedj, mint egy asszony! Elnézést kérek. Bocsánat. Kifelé! Ennyivel nem úszod meg! Állj fel! Ez az! Jól csinálod, ez az! Próbáld ki ezt az afrikai fát! Nem akarnak kimenni segíteni neki? Mi rodnék? Gyerünk! Táncolhatsz itt össze-vissza! Azzal nem sokra mész! Fej! Skót! Márcsikám, szóljon nekik! Uraim!
Végeztünk, Harry? Mert nagyon megszomjaztam. Köszönöm, kapitány. Tehát, professzor Maitlandet foglyul ejtették a benszülöttek. Igen. Úgy nevezte őket, hogy Kuakuanik. Hallottál már róluk? Nem, soha életemben. Egyáltalán mit akarnak ezek egy professzortól? Ez a legérdekesebb része. Professzor Maitland... talán nem kéne részleteznünk, Mr. Quatermain. Miss Maitland, bár Sid Henry külsőre nem sok jót ígér, becsületes ember, az életemet is rábíznám. Értem. Aha. Szóval szerinted ez valódi? Harry... Nem azért jöttünk ide, hogy kincseket keresgéljünk, hanem hogy megmentsük az apámat. Tudja, én csak a készpénzben hiszek, hölgyem. Úgy vélem, tisztességesen megfizettem, hogy segítsen ezzel kiszabadítani az apámat. Hogy utána mit tesznek, az a maguk dolga. Jó ét, uraim! Te semmiből sem tanulsz, Quatermain. Ezt hogy érted, Harry? Oda viszel egy nőt. Nagyon már. Mindent hallottam. Hol a pénzem? Holnap indulnak. Hova? Szitendres králba. Ott adják át valakinek a térképet. Fokváros. Salamon király kincsének legendáját. A zsidók királyának meséje történelem. Mindkét kapitány kincse. Vagy Atlantis. Igaz, Quatermain? Igen, hasonló. Ne higgyenek neki. Quatermain hisz a kincsben. Egyszerűen is indult megkeresni. Igazán? Gyerek voltam. Ugyan? Majdnem 30 éves. Évekkel ezelőtt történt, és semmilyen bizonyítékot nem találtam a kincs létezésére. Aha. De a történet akkor is gyönyörű. Mesélj el nekünk, Miss Maitland. Úgy van. Múlik vele az így. Bezony. Jól van. Az ószövetségi könyvek szerint Salamon király 40 évig uralkodott Júdeában. Állítólag igen bölcs király volt, aki egy országgá kovácsolta a Jeruzsálem körüli királyságokat, és épített egy templomot a zsidók egyetlen istenének,
mely a mezopotámiai és az egyiptomi szentélyekkel is felvette a versenyt. Salamon elküldte követeit a világ minden sarkába, akik rábukkantak egy helyre, ahová a pletykák szerint az ősök mindenféle kincset rejtettek. Gyémántokat, aranyat, smaragdot, rubint. A rejtek helyet úgy hívták Ofir. Ennek kincseivel díszítették Salamon király templomát. Nem létezett a földön hozzáfogható. De a monda szerint az Ofirban talált kincseknek mindössze egy kis részét használták fel a templomhoz. A többinek örökre nyoma veszett. Maga is kér egyet, főnök. Attól függ. Mit esznek? Afrikai finomságot. Olyan, mint maguknál a kaviár. Kaviár? Igen. Jó, akkor megkóstolom. Nem is rossz. Hogy hívják? Mopáni féreg. Féreg? Igazán gyönyörű. A Time is Maitland. Lélegzetel állító, igaz? Igen. Hadd nézzem meg. Mit merészem, Mr. Quatermain? Hogy tudja elviselni a felesége a civilizálatlanságát? Kenje be ezzel, talán segít. Ellenfelesége meghalt. Sok évvel ezelőtt. És csak hogy tudja, ő nagyon szerette a civilizálatlanságát. Mit csinál velem? Most dönti el, életben hagyunk-e. Megidézi a lányod. Megnézi, itt van-e. Ha Gagul látja, hogy elindult, nem halsz meg. Ha nem. Mi a helyzet? Sajnos homályos a kép. Tehát a lányod cserbe hagyott. Várj, várj! Látok valamit. A fehér ember lánya. Elindult. Itt van már az országban. Ez biztos. A fiatal nő Szitandres králba tart. Három fehér férfival. Ennyit tudok mondani. Igen. Örülhetsz. A lányod útban van. Nem halsz meg. Egyelőre.
Én ezt nem értem, Tvala. Minek neked a kincs? Semmi szükséged? Én nem is a kincsre vágyom. Hanem hatalomra. Az ősök kövére. De miért? Te vagy az egész környék ura. Ezért a sok ember. De ez nem elég! Ez nem elég! Az apámat száműzték innen, és a fehér ember földjére küldték. Köztetek nőttem fel. Ismerlek titeket. Tudom, hogy lehet legyőzni a fehér embert. Gyere ide! Főnök! Ki van? Én! Kota Primani! Miss Maitland, ne! Ne érjen a kölykökhöz! Egyedül vannak, ha itt hagyjuk őket, elpusztulnak. Ez a sorsuk. Ereszen el! Ide hallgasson! Az anyjuk vagy megdöglött, vagy a bokor mögött rejtőzik, hogy úgy támadja meg, mint egy antilopot. Valóban szükség van erre, Watermane. Good kapitány. Jó, úgy látszik, nincs semmi baj. Ez nem a londoni felső 10 000, ahol csak a hírneve forog kockán. Itt kint a vadonban az élete a tét. Tiszta a levegő. Nyugalom. Kösz, Harry. Késő van. Keressünk egy biztonságos helyet. Jól van. Tábort verünk. Még soha nem láttam ennyi csillagot. Csodálatos ország ez. A szavanna így csábítja el az embert. Kiva? Tessék! Ma éjjel mi ketten állunk őrt. Én kezdem elsőként. Ahogy akarod. Jó éjszakát, Nemza. Minek a tűz ilyen melegben? Azzal tartjuk távol a ragadozókat. Értem. Akkor ha... Szükség van rám, szóljanak. Jó ét! Kezdem érteni, apám miért szereti annyira Afrikát. Bámulatos. Egyetértek. Tehát van valami, amiben egyetértünk? Igen, úgy tűnik. Nézze csak meg! Köszönöm, hogy elkísért erre az útra. Későre jár. Holnap sokat kell lovagolnunk. Értem. Jó ét, Mr. Goldenheim. Jó ét, Miss Maitland.
Gábor! Gábor! Takarodj innen! Takarodj! Uma! Higgye el, ő jobban megijedt magától, mint maga tőle. Elment. Ezt erősen kétlen. Jól érzi magát? Megúsztuk. Igen. Minden rendben, Quatermain. Szép munka volt, Harry. Ha látsz egy tisztességes macskát, szólj. Jó reggelt! Szép napunk van. Jól aludtál, Elizabeth? Henry, mi lesz reggelire? Van valami különleges kívánsága? Egyszerűen, Mr. Quatermain. Milyen messze van még Sitandras Král? Még úgy 3 óra, ha szerencsénk van. Már itt van. Nekem kell törődnöm a biztonságoddal. Találjunk ki valami mást. Az apám egyértelműen leírta a levélben. Nekem kell átadnom a térképet. Szerintem a hölgynek igaza van. De hogy egyedül menjen oda. Végig itt leszünk mögötte, kapitány. Ha bármi gyanús dolgot észlel, kiáltson olyan hangosan, ahogy csak tud, és szaladjon fedezzékbe. Érthető? Figyeljen! Legyen nagyon-nagyon óvatos. Jó. Induljon. Mi legyen? Vi, menj a sziklák mögé. Kiva, te pedig a bokrok mögé. Adja ide. Nem. Amíg nem láttam az apámat. Adja ide, kérem! Nem, amíg nem vezet oda az apámhoz. Tegye, amit mond Miss Maitland. És menjen vissza. Quatermain! Tessék! Van egy kis gond, azt hiszem ez volt az emberünk. De halott. Elizabeth! Fusson! Ah!
És tudtak a térképről! Oroszul! Mi a csodát keresnek itt az oroszok? Jól vagy? Kutya bajom. Elizabeth, mondd el neki. Mi csodát? Az utóbbi években az édesapám dél-afrikai kutatását az orosz cár támogatta pénzügyileg. Gondolom azt hiszik, hogy övék a térkép. Hallod ezt? Ez aztán a jó hír. Nem hittem, hogy ez fontos. Úristen. Piotr megsérült. Hol volt maga? Fedeznie kellett volna. Nem az a dolgom, hogy öljek Oroszországért. Lelőhette volna Quatermaint. Tudom, mert láttam. Vadász vagyok. Érti? Ez a munkám. Ha meg akarja ölni Quatermaint, csak tessék. Ez az ön szakmája, nem az enyém. Maga gyáva McNabb. Mellénk állt. Hozott egy döntést. Fogadja el. Mert ezek után a barátja Quatermaint habozás nélkül lelőni. Arra felé tartanak. A hegy másik oldalán élő törzsek nem mindig barátságosak. Ha a nyomukban maradunk, ők lesznek a pajzsunk. Mindent meg fogunk oldani. Ó, igazán? Mihez kezdünk most? Harry? Nem. Tudom, mi jár a fejedben, Quatermain, de erről tegyél le most rögtön. Látogassunk meg egy ismerőst. Nem. De. Mamma tussi. Igazi szangoma. Sir Henry, milyen régen láttalak. Semmi értelme egy sámánnal beszélni. Nincs mit tenni. Az apja tanár. Igen, professzor. Sir Henry, van magánál valami, ami segíthetne? Egy nyaklánc. Hész! Hanapani!
Egy kuakuani volt. Nagyon hűségesek a királyukhoz. Akit úgy hívnak Tvala. Tvalánál van az apja. Itt a térkép. Hadd lássam. Hé! Hey! Hanapani! Hé! Hey! Hanapani! Hé! Hey! Kövessétek a kulcsig. Milyen kulcs? Salamon király kamrájának kulcsa. Az igazságos sírjában találjátok, a nagy homoksivatagban. Menjetek az úton, Sába személyig, és a melle közt le a Kuakuanik völgyébe. Ott a kincses kamra, de Tvala már vár rátok. És az apám? Ő is. Ha az ősök megsegítik. Menjetek. Igyekezzetek. Nincs sok időtök. Mi történt oda bent? És ki ez a Tvala? Nem tudom. De most már nagyobb a veszély. Várjanak meg itt. Ki vagy te, és mit akarsz? Umbopa vagyok. Északra mentek. Én északon születtem. Régóta nem jártam otthon, veletek megyek. Köszönjük. De nem kell több hordár. Nem kérek fizetést, és sokat segíthetek. Akkor sincs szükségünk több emberre. Én jól ismerem ezt a vidéket, és már jártam a nagy sivatagban. Kíván lesz a főnököd. Menj, jelentkezz nála. Figyelem, emberek! Ismeretlen területre indulunk, olyan helyre, ahonnan nagyon kevesen tértek vissza. Ha valaki úgy dönt, hogy nem vállalja az utat, akkor most váljunk el. Ez nem szégyen. Maradunk, Watermane. Mi más tehetnénk? Nungza! Szerinted miért érdekel egy afrikai törzset Salamon király kincse? Ők értéktelennek tartják az aranyat. Ez jó kérdés. A követ akarják. Miről beszélnek? Miféle kőről? A legenda szerint Salamon kincstárában van egy gyerekje, az ősök szent köve. És ezért rabolták el az apámat? Állítólag az lesz egész Afrika ura, akinél a kő van. Indulás! Mi az? Látod őket? Figyelem! Itt hagyjuk a lovakat! Elengedjük őket. Talán visszajutnak Szitándrász králba. Hogy nem lovon megyünk tovább? Követnek bennünket, kapitány. Tehát, Harry? Igen, Kultem. Te, V és Kiva, szedjétek össze, ami elengedhetetlen az útra. A többit rakjátok össze, és itt hagyjuk. Kapitány, tudna nekik segíteni? Kiva! Gyalog fogunk oda felmenni. Szedjétek le ezeket, fölöslegesek. Miss És Maitland. Nem kell az sem, túl nehéz.
Vissza kéne mennie a lovakkal. Momatusi elintézi önnek, hogy visszajusson Fogvárosba. És mi lesz az apámmal? Megtalálom az apját. Nézze. Ezt bakold le és tedd a Bocsánatot kérek. Ezzel mi legyen? Miért? Mesélnem kellett volna az orszokról. Szerintem ez kellene, ne adjuk itt. Ne vitatkozz már. Igazából. Mit hagyjuk és kész. Azt hiszem végeztük. Nem tett rosszat. Szóljuk Watermannek. Jó, rákötöztétek? Nehogy leessen nekem útközben. És szerintem... Jól van. Az apja nagyon büszke lenne magára. Remélem is. Végig kell csinálnom. Maradok. A lovak készen állnak. És mi is főnök. Helyes. Kéva. Igen? Te velem maradsz. V, vigyél el 3 hordát. Járjátok be a környéket. Vigyél 2 lovat keletre, 2 pedig délre. Összezavarjuk a gazembereket. Aztán gyere vissza, és ma este találkozunk a Kaskamba folyónál. Értem. Jól van. Ott legyél. Persze, hogy ott leszek. Nagyon remélem, tisztában vagy vele, hogy mibe keveredtél. Tudom. Akkor ennyit a lovaglásról. Mindenki vegye le a cipőjét. El kell érnünk, hogy a lovakat kövessék. Ó! Itt jártak, legfeljebb néhány órával ezelőtt. Nézzétek! Nyomok! Arra mentek! Ne, várjatok! Erre is vannak nyomok. Elváltak volna. Jó, akkor merre? Merre, McNabb? Ne húzza az időt, McNabb! Merre menjünk? Szélne keresztette a lovakat. Be akar csapni. Arra mentek. Gyalog. Én nem látok lábnyomokat. Levették a cipőjüket. Ismerem Quatermain észjárását. Menjen csak, kisasszony. Hadd segítsek, főnök. Ugyan már. Segítek. Én is tudom vinni a részemet. Biztos, hogy ennyi a részem? Különös érzés, olyan terepel járni, amely évezredek óta semmit nem változott. Sokan csak pusztaságot látnak a sivatagban. Hihetetlen, hogy most járok itt először. Miért nem kérte meg az apját, hogy hozza el ide? Kértem. Állandóan. De, mint maga, ő is úgy gondolta, hogy a gyönge kislánya maradjon csak otthon. Túl veszélyes nekem ez az ország. Nem vagy valami beszédes. Hosszú nap volt ez, Quatermain. Miért nem verünk tábort? Nem szabad, hogy észrevegyenek, kapitány. Ez a hely védtelen. Megvárjuk vét, vizet veszünk és tovább megyünk. Jön valaki! Vigyázat! Ó, csak te vagy az, barátom. Megjöttél. Nagyon jó.
Te Bonavi! Elnézést, főnök. Mi történt? Sokat gyalogoltunk, de szerintem nem követtek. Tehát az oroszoknak van egy vadászuk. Tovább kéne menni. Akkor miért ne verhetnénk tábort? Tudnak rólunk. Legalább pihenhetnénk. Ez tényleg kiváló ötlet, kapitány. Kiva, állítsátok fel a sátrakat és gyújtsatok tüzet. Igen, főnök. Hallottátok, munkára? Látom, megjött a józan esze. Úgy valahogy. Még alszanak. Itt az alkalom. Ne becsülje le őt. Tudja, hogy követjük. Ez már korábban is kiderült. A térkép Oroszország tulajdona. És én a cártól kapom a parancsaimat. Nem magától. Megegyeztünk, hogy hagyjuk, hogy Quatermaint a benszülöttek nyilai találják el. Mi csak követjük. Nem. Elvesszük a térképet. Minél kevesebb ember jusson el a kincstárhoz. A türelmetlensége miatt sérült meg az embere is. A halogatás pedig gyengeség. Megtámadjuk őket. Pasli! Ezredes? Ez a sátor üres? Ivan. Most már hallgat rám? Minden reggel az otthonom felé imádkozom. Erőt ad nekem. Mióta nem jártál már otthon? Kicsi gyerekként kellett eljönnöm onnan. És most csak úgy visszamész? Az Istenek segítenek. Nekem adtak téged. Engem? Ezt nem értem. Megmutatják az utat. Csak hinnünk kell. Nem hiszem, hogy az Istenek túl sokat törődnének velem. Az Istenek jól ismernek, Quatermain. És mosolyognak rád. Tudják, mi a sorsod, még ha te nem is.
Megyek, hozok vizet. Sir Harry, mit csinálsz? Semmi, csak pihenek. Elfáradtál? Miről beszélgettek? Erőt gyűjtök a továbbiakhoz. Semmiről. Meleg van. Meleg vizet. Próbálok eligazodni rajta. Sikerült? Nem bírom ezt a meleget. Kicsit sem. Szomorúnak látom. Olyan szomorúság ez, mely nem engedi, hogy megossza az életét mással. Nagyon hasonlít magára. Nem találja a helyét, és nem tudja, mihez kezdjen az életével. Hát ez nem lehet. Nekem aztán elhiheted. Így lenne? Igen. Csönd legyen már. Te ezt nem érted. Hívattál, királyom? Igen. Megtudtam, hogy meglátogattad Maitlandet. Egyedül. Miért? Újra éreznem kell őt, királyom. Azért, hogy tisztában láthassam a lányát. Na és? Végül is sikerült tisztában látnod. Igen, Tvala. Gyorsan közeledik felénk. Mi az, Gagul? Láttam, hogy egy fehér ember tart vele. Ez a férfi veszélyt jelent rád. Ugyan miért? Azt nem tudom. De az utadban áll. Ezt határozottan érzem. Akkor megölöm. Persze. Hamarosan megkapod, amire vágysz. Imádkozz érte, Gagul. Jó. Szép az órája. Köszönöm. A nyaklánca is. Elcseréljük. Ezt az órát a királynő adta nekem nyugdíjba vonulásom alkalmával kéva. Különleges. Ó, ez is különleges. Akkor jól van. Cseréljünk. Igazán gyönyörű. Mit szimbolizál? Nem tudom. Fokvárosban egy mozgó árustól vettem. Nézd csak, új órám van. Kiva! Kiva! Mikor érünk ahhoz a bizonyos sírhoz? Nehéz megmondani. Maga szerint mit jelent a kobra? Egy jelzés. Remélem a sír bejáratáé. De miért éppen kobra? Az vagy egy igazi szobor, vagy egy ilyen formájú szikla, vagy figyelmeztetés. Add ide a kulacsot! Mire figyelmeztet? Tessék! Nem tudom, majd kiderül. Frissek a nyomok. Egy órányira lehetnek. Helyes. Bjorn! Davaj! Davaj! Milyen messze van még? Ez kibírhatatlan. Quatermain! Nézze! Oda néz, egy kobra!
Észre sem vettem. Gyerünk, nézzük meg! Kíváncsi vagyok rá. A mindenit. Jó szeme van a hölgynek. Mi lehet itt? Szépen elsétáltunk volna mellette. Hová rohansz? Kíváncsi vagyok rá. Tehát ez a kobra feje. De nincs semmi más. Azt sem tudom, mi a csodát keresünk. Inkább halálra kellett volna hajtanunk a lovakat. A kesejük elárulták volna. Idióta. McNabb! Talán nem is akarja utolérni őket. Talán Quatermain embere. Lőjön le! És ha majd a szél elfújja ezeket a nyomokat, hármasban kóborolhatnak a sivatagban. Amíg a kesejük ki nem válják a szemüket. Szerintem éhesek. Többé ne fogjon rám fegyvert. Piotr? Пошли! Пошли! Az ősökre, Magára, Sir Henry. Azért, mert Old gondja arra, hogy elhozza a legfontosabb dolgot, a viszkit. Most ígyunk magára is, admirális. Kapitány. Gratulálok, előléptettem. Erre iszom. Nem tudok itt tétlenül ücsörögni, és nézni a sziklát. Tennünk kell valamit. Ebben a könyvben leírják, miért rejtette a kulcsot Salamon király egy sziklába a sivatag közepén. Igen, és vajon miért? Úgy hírlik, hogy Salamon király azért épített ilyen gyönyörűen díszített templomot, mert beleszeretett egy afrikai királynőbe. Sába királynőjébe. Amikor Sába elutazott Jeruzsálembe és találkoztak, azonnal egymásba szerettek. Szenvedélyesen. De Sába népe nem nézte ezt jó szemmel, hiszen afrikai királynő volt. És annyira mások voltak. Különböző kultúrából származtak. Az egyik az afrikai szokások szerint élt. A másik pedig nem. Amikor Sába visszament Afrikába, Salamon nem törődött bele, úgy szerette őt, hogy lezárta a kamrát, és a kulcsát átadta Sábának. És azt kérte, legyen a felesége. Szó szerint megvesztegette. Annyira elvakult volt, hogy papokat küldött Sábához a válaszért, akik évekig várakoztak. Sába végül nem merte elhagyni a népét. Ezért Salamon örökre bezárta a kulcsot egy sírba. És mi lett Salamonnal és Sábával? Többé nem látták egymást. Szomorú. Igen, az. Milyen érzés lehet annyira szeretni valakit, hogy mindent feláldozunk érte? Thank you.
A kezébe tettem apám életét. Miss Maitland! Megsérült? Azt hiszem nem. Elizabeth! Mi a kutya füle az? Elizabeth, jól vagy? Megtaláltam. Oda néz. De sötét van. Ijesztő. Az bizony. Aztán régóta itt lehetsz. Igyel. Az ősökre? Régen. Segítsen. Rajta! Nézzünk körül! Nézzük. Látja? Nincs kulcs. Quaterman! Gyere ide! Mi az? Ott van. Harry, ne! Ne érj hozzá! Ne nyúj semmihez! Vigyázzunk. Gyerünk, gyerünk, mutasd magad. Ez az, mindjárt. Elizabeth! Segít! Elizabeth! Hallgasson. Légy óvatos. Jól van. Kapitány, térjen magához. Kapitány, kapitány. Mi történt? Kapitány, mi baja van? Mi történt önnel? Hol van Elizabeth? Az oroszok tették. Kik? Az oroszok. És volt velük még egy ember. De kicsoda? Sötét hajú, olyan ruhában, mint maga, egy vadász. McNabb. A nyomok nyugatra vezetnek. Még utolérhetjük őket. Pakoljatok fel! Ez nem jó ötlet. Ugyan miért nem? Kevés a vizünk. Ha most a nyomokba eredünk,
Nem tudjuk, mennyi ideig kell gyalogolnunk. Lombapa azt mondja, erre van víz. De fogva tartják. Nálad van a térkép, és a kamra kulcsa. Ha engem kérdezel, szerintem nem nekünk kell megkerestünk őket, hanem nekik minket. Csak hogy nem kérdeztelek, Henry! Vég, ki van? Indulás! Rád tudsz gondolkodni! Gyűrültél! Nem szoktál, nem oldunk el semmit! Természetesen a hölgy biztonsága a legfontosabb. De hogyan mentjük meg, ha előbb szomjan halunk? Ezen a környéken egy helyen van víz. Sába szemének oázisában. Mint másnak, nekünk is oda kell mennünk inni. És azoknak is, akik elfogták Miss Maitlandet. Igaza van. Szerintem is. És most? Indulás! Ismételje meg, Miss Maitland. Nem tudok semmit, csak az idejüket vesztegetik. A térkép, amit az apja küldött, a cár tulajdona. Kérjük vissza. De ha nincs nálam, sajnálom, nincs szerencséjük. Magának sem. Ne! Várjon még. Odaadta a térképet Quatermainnek? És ha igen? Ne bízzon benne. Mondjon, amit akar. Csináljon velem, amit tetszik. De Quatermain nem fogja átadni a kulcsot. Van egy kulcs? Megkeressük őt, és alkut ajánlunk. A térkép és a kulcs az életéért. És ha nem megy bele? Nem hallotta a hölgyet? Quatermain becsületes ember. És szereti a csinos hölgyeket. Salamon király összes kincsét odaadná magáért. Forduljunk vissza. Davaj! Még valakinek vize? Van vized? Nincs. Ez volt az utolsó csepp. Hé, megtalálnak. És akkor majd kiszabadítjuk Miss Maitlandet. Remélem, tényleg úgy lesz. Úgy. Milyen messze van még a sába szeme? Nem tudom. Ő sem tudja. Ugye te tudod, merre megyünk, mert én eltévedtem. Az iránytű nem segít neked. Nagy a sivatag. Ne izgulj, megtaláljuk Miss Maitlandet. Csak hinned kell az ősökben. Higgyek. Ahhoz képest, amilyen okos vagy, túlságosan bízol ezekben az ősökben. Te is az vagy, csak nem bízol eléggé. Induljunk! Szokott maga imádkozni?
Igen. Beszéled a nyelvem? Mindig azt mondom, amit hallania kell. Figyelmeztetem. Imádkozzon az Istenéhez. Imádkozzon a lányáért. Ezt meg hogy érted? Mások is akarják a kulcsot. Azt állítják, az övék. Elfogták a lányát. Tessék? Ha nem hozzák ide, elviszik a kamrába. És ha a kamrába viszik, miért akkor... Miért szólsz nekem? Miért nem értesített Valát? Mert a népem nagy változás előtt áll. De csak ha a lánya életben marad. A lánya sorsa nincs megírva. Nagyon titokzatos asszony. Tudom. Imádkozzon, hogy ne öljék meg. Különben soha nem kerül ki innen élve. Soha. Mennyivel járnak előttünk? Egy órával, vagy kettővel? Nem hiszem, hogy a társuk kibírja addig. Itt kell őt hagynunk. Adjon neki vizet. Minek? A halottak nem isznak. Miért engedelmeskedik? Hallott már a halálmenetről? 2 évvel ezelőtt a cár parancsot adott 150 embernek, hogy gyalogoljanak át Oroszországon. Szentpétervártól Vlagyivosztokig, szórakozásból. A tél közepén jártunk. Öngyilkosság, ők is tudták. De elmentek. Egy ember élte túl. Ő, Ivan. Hé! Hey! Ne pazarolja a golyót. Miss Maitland, nincs önnél víz. Jobban tenné, ha visszajönne. Inkább a halál. Ha maga meghal, akkor az apja is. Jó kislány. Meddig megyünk még? Ne álljatok meg! Tegye egyik lábát a másik után. Gyerünk, kapitány! Gyerünk, kapitány! Nem bírom tovább. Gyere, szedd össze magad! Kapitány, nem állhat meg. Eressel ki. Nem maradhat itt. Álljon fel, kérem. Nem tudok vele.
Ha itt marad, meghal. Hagyjanak itt! Úristen! Egy igazi tengerész, mint maga, nem halhat meg a sivatagban. Bizony. Megsérteni a tengert. Maguk aztán nem adják fel. Gyerünk, álljon fel. Álljon már fel. Ez az, gyerünk tovább. Víz. Víz. Tessék. Csak nem víz. Víz. Visszagot érzek. Ez megőrült. Menjünk utána. Hová megy? Jöjjön vissza. Fossunk. Kapitány, ne szaladjon. Várjon víz. Meg. Óvatosan, uram. Hová megy? Víz. Várjon meg. Víz. Víz. Maga angol bolond. Megtalálta a vizet. Ki ér oda elsőnek? Úszom egyet! Víz! Víz! Aj, te jó! Most jártak itt. A homok még nedves. A nyomok elvezetnek. Elmentek. Ez nekem gyanús. Mit tehetnek? Nálunk van ő. Dobják el a fegyvert, uraim! Körül vannak véve! Dobják el a fegyvert, és engedjék el a hölgyet! Nyugalom. Hallgasson végig figyelmesen, Mr. Quatermain! Mire 10-ig számolok, az embereivel ide jön hozzánk. Nagyon lassan. Fejük fölé tartott puskával. Mert ha nem, lelövöm Miss Maitlandet. Megértette? Kezdem a számolást. 1, 2. Tedd, amit mond Quatermain, komolyan beszél. 3, 4, 5. Add ide a térképet és a kulcsot, és viheted a nőt. 6, 7, 8. Jól van! Oda megyek! Mind oda megyünk! Ne jöjjön! Remélem, hogy a cár tisztje betartja a szavát. Katonák vagyunk, Mr. Quatermain. Nem gyilkosok. Dobja el a fegyvert. Mondom, dobja el a fegyvert! Átadok bármit, amit akar. De nem dobom el a fegyveremet. Akkor megölöm őt. Úgy tűnik, szorongatott helyzetbe került. Ha meghúzza a ravaszt, soha nem látja a kulcsot, és következésképpen a kamrát, ugyanis meghal.
maga meg elveszíti a társát. Inkább engem lőjön le. És Wentvogel lepuffantja, miközben újra tölt. A térképet és a kulcsot. Ahogy óhajtja, uram. Vegye fel! Helyes. Biztos megérti Mr. Quatermain, hogy most távozunk. Indulás! Ne csináljon ostobaságot, Miss Maitland! Elizabeth! No! Fusson! Gyerünk! Lőjetek! Tovább! Álljon fel! Semmi baj! Sérült. Csak a lábam, főnök. Csak a lábam. A lánya él, és folytatja az útját ide. Mi az? Nem is örül neki? De örülök, hogy életben van. De annak nem örülök, hogy idejön. Nem akarom kockára tenni az életét. Jól teszi, hogy aggódik érte. Tvala kiszámíthatatlan ember. Óriási veszélyben lesz itt a lánya. Ugyan miféle apa vagyok én, hogy ilyen helyzetbe hozom a saját lányomat? Inkább azt kérdezze, miféle apa maga, ha a lánya az életét kockáztatja magáért? Köszönöm. Kellett volna odaadnia neki a kulcsot. Akkor most halott lenne. Igaza van, Elizabeth. Micsoda barbárok. Semmitől sem riadnak vissza. De megszorongatnám Macnabet. Nem köszönné meg. Már messze jár. A térképen a következő pont. Sába mell. Ez vajon mi lehet? Nézze csak! Tehát ez Sába királynő melle. Pedig nem is ismertem személyesen. Jó. Már csak Macnabet kell megtalálni. Ombopa! Azt mondtad, ismered a vidéket. Akkor vezess minket. Mitől tart, hogy Macnab? Quatermainnek fogalma sincs, merre járunk.
Ez itt Sába mosolya. Itt megyünk keresztül Sába melle között. Sába mosolya. Igazából nem a mosolyától félek, hanem a fogától. A sziklákon helyezkedünk el. Vigyázzatok! Kiva, te rejtőzzel ott. Gut kapitány, oda. Vé, te maradj itt. Miss Maitland. A baj történik, és el kell távolodnom, maradjon itt. Ne mozduljon, megértette? Igen. Helyes. Kiva! Most mi van? Fedezékben, most rögtön! McNabb! Dobd el a táskát és lépj el! Nyugalom, Quatermain! Ne idegeskedj! McNabb! Dobd el a táskát, meg nem! És menj odébb! Nesze nektek! Fedezzékbe mennek! Végetek van! Gyorsan, futás! Jó lesz! Elizabeth!
Lőjön meg, nem! Gyerünk, lőjön! Nézelek. Mutasd meg! Ki van? Meggyógyulsz. Meggyógyulsz. Kutamén. Nem lesz baj, Kiva. Meglátod. Ne izgulj. Ne. Kérlek, ne hagyd meg. Kérlek. Ne. Földistenei, nap és csillagok, vigyétek Kvivát, és változtassátok testét nagy fává. Annak jeleként, amilyen életet él testvérünk itt a földön. Csatlakozhatok? Persze. Nem tudok aludni. Folyton Kivára gondolok. Én is. Még kicsi voltam, mikor anyám meghalt. Annyit szomorkodtam és féltem. A temetése utáni este apám bejött a szobámba, hogy megvigasztaljon. Arról mesélt, hogy anyám szelleme mindig velünk lesz. Hogy ezt bebizonyítsa, felemelt és kivitt a szabadba. Lefeküdtünk a földre és felnéztünk a csillagokra. És ő rámutatott egyre. És így szólt. Mindig, mikor Isten becsukja egy élet ajtaját, egy ablak nyílik ki a mennyekben, hogy mindig láthassuk a fényét. Ez gyönyörű. Segített. Hmm.
Harry. Tessé. Mi az, Quatermain? Umbopa elment. Nincsenek nyomok, semmi. Elnyelte a föld. Te mire véled? Nem tudom. Talán csak hazament. Gyújtok tüzet, és főzök kávét. Ébresztő. Adja ide a kést. Most már társak vagyunk. Bízza rám. Nem a pénz miatt csinálom. Annak semmi jelentősége. Én az ősök kövét akarom. Remélem, nem hiszi, hogy a kőnek van eleje. Én a cárt szolgálom. Szerinte az afrikai törzsek hisznek a kőben. Ennyi elég. Harapjon rá. És ne mozduljon. Mi az, Quatermain? A pokolba. Nem mozduljatok. Ugye ők nem kanibálok? Mit akarnak? Nem tudom. Ez az a törzs, amelyik elfogta az apámat. Csöpörből vederbe kerültünk. Ez még semmi ahhoz képest, amit kapsz. Engedjetek! Peres már! Csak egyetlen egy ütést! Nem ti! Mi ölünk itt! Ne fáradjatok! Harry! Kuakuanik! Nézzetek meg jól, Kuakuanik. Én Kozi vagyok. Vagyis a törvényes királyotok. Ezt hogy érti? Ő az uralkodójuk. Umbopa király. Mlenge, emlékszel rám? Gyerekként anyámmal mentem el innen. Átkeltünk a sivatagon. Hogy higgyek neked? Egy nő egy gyerekkel átkelt a nagy sivatagon? Ez képtelenség. Így volt. De eljöttem, hogy visszaköveteljem a trónt. A gonoszt vala megölte anyámat. És ellopta, ami az enyém. Ha igazat mondasz, egy módon bizonyíthatod be, hogy tényleg te vagy a király fia. Itt van a bizonyíték.
Inkozi! Miért véded őket? Ők a testőreim és a szolgálóim. Ők viszont a rabszolgáim. A rabszolgáid? Quatermainék a barátai. Mi az ellenségei vagyunk? Én nem vagyok ellenség. Ez ugye nem vicc. Térdre! A kuakuánik megölnek minden idegent, aki belép ide. Ha élni akartok, akkor tegyétek, amit mondok. Térdeljen le! A király visszatért! Érzem, hogy a közelben van a kincs. Csodálatos. Oda vezetnek hozzá. Mit gondol, hová visznek minket? Ahhoz az emberhez, aki megölte Umbopa apját. Tvalához? Igen, azt hiszem. Ne haragudj, hogy nem beszéltem a származásomról. És miért nem? Nem hittem, hogy eljössz ide velem, ha tudod, mi a feladatom. Várjunk. Szóval az egészet kitervelted. Az istenek megmondták, hogy visszaszerzed nekem a trónt. Cserébe segítek, hogy életben maradj. És mi köze ennek az apámhoz? Lenge mesélte, hogy Tvala fogva tart egy fehér férfit. Még életben van. Ha király leszek, kiszabadítom. És mi lesz, ha nem leszel király? Quatermain, kérem a kulcsot. Hogy képzeli ezt? Ez a kulcs az egyetlen dolog, amivel segíthetek apámon. Csak a kulcs segítségével foglalhatom el a trónt, és győzhetem le Tvalát. Vala kegyetlen király, Miss Maitland. Azért gyilkol, hogy földet szerezzen. Ha megkapja a kulcsot, akkor megkaparintja az ősök kövét. A kő révén beszélhet majd az istenekkel. És ha ez megtörténik, semmi nem állíthatja meg. Szerintem bízhatunk benne, Elizabeth. Thank you.
Összegyűltünk-e napon, hogy a Kuakuanik hatalmát ünnepeljük? Itt ez az ember. Tele családsággal. És álnoksággal. Ez a férfi hazudott a királyotoknak. Nem alkalmas az idő az áldozatra. De ha egyszer nem tartotta be a szavát. Az ősök azt mondják, hamarosan megkapjuk a kulcsot. Légy egy kis türelemmel. Elfogyott a türelmem. Érted? Öld meg, Hóhé! Ne! Fizetek! Mi ez? Ki meri megzavarni az ünnepséget? Elizabeth! Ki meri megzavarni az ünnepséget? Inkozi vagyok. A Kuakuanik törvényes királya. Ezt állítod, de ez nem igaz. Öljétek meg! Ne, ne, ne! Nincs semmi szükség erőszakra! Az apám Kohadil volt a királyotok. Tvala kegyetlenül megölte őt. Anyámmal a sivatagba menekültünk, de most visszatértem közétek. Azt mondod, király vagy? És mondd csak, ki áll melletted? Például én. Mindenre emlékszem. Tudom, hogy Inkozi a király. Egy öreg ember. Nekem 1000 harcosom van, akik királynak tekintenek. Gagul! Mit akarnak az ősök? Te tudsz beszélni velük? Lehet. A kulcs, Umbaba. Add oda neki a kulcsot. A fehér ember lánya elhozta ezt. Odaadom Gagulnak. Ő fogja őrizni, míg eldöntjük, melyikünk a király. De addig is, engedd szabadon a fehér embert. Párbajra hívlak, Tvala. Küzdjünk meg a trónért. Élet-halál harcot követelek. Namalasz! Namalasz! Navalos! Csönd! Navalos! Csöndet! Válassz egy embert, aki megvív érted. Én is választok egy rabszolgát. Aki életben marad, annak az úra lesz a király. A Navaloszt holnap hajnalban tartjuk meg! Namalasz! Namalasz!
Hol van Elizabeth? Az ebédet főzi a többi szolgálóval. Velünk mi a tervük? A fejetekkel játszatok. Mostantól az sem érdekel, hogy a fejemmel játszom. Feltéve, ha a tiéd lesz az enyém mellett. Kérem a fegyveredet. Te is add át, katona. Gyertek velem! Hogyan a mazsózi vécs? Az a férfi, Quatermain. Ő a kiválasztott. Ő. Add át nekem. Micsodát, királyom? A kamra kulcsát. Ha a te harcosod győz a Nomulusban... Add ide! Ó, királyom. Ne akart, hogy kipróbáljam rajtad az erőmet. Nézem csak. Nagy hibát követnek el. Igen. Egyetértek. Ha rajtam múlna, a nyakukra kötöttem volna. De Umbopa, jó szívű ember. Na, álmodjanak szépeket. Csint! Csint! Azért remélem, a moszkitók nagyon csípkedik magukat. Ha megéheznek, nyugodtan harapják le egymás orrát. Tűnjön el. Jó. Úgy szégyellem magam. Nincs miért szégyenkezned, apa. Nem kellett volna megírnom a levelet. Annyira féltem, szinte rettegtem. Tudom, és megértelek. Úgy gondoltam, időt nyerek vele, és lesz alkalmam megszökni. Nem kellett volna. Ha nem küldted volna el, akkor most nem lennék itt. De ezzel téged és ezeket a kedves embereket nagy veszélybe sodortam. Jó napot, uram. Nagyon örülök, hogy látom. Nem is tudom, hogy köszönjem meg. Valami baj van? Tvala már kiválasztotta a harcosát. És mi lesz Umbopával? Érte, ki fog harcolni?
idő. Nomolosz tartunk. A harcosok élet-halál harcot vívnak a királyságért. Annak az ura lesz a király, aki a végén életben marad. Kezdődjék a párbaj! Hozzám. Ez nem a te dolgod. Adok még egy lehetőséget, hogy visszalépj. Menj a barátaiddal. Nem bántalak. És mi történik Umbopával? Őt a magam módján intézem el. Inkább megküzdök helyette. Akkor bolond vagy. Fogd a fegyvered. És küzdj meg a harcosommal. Vagy én magam öllek meg. Ennomolosz! Nomolosz! Ennomolosz! Nomolosz! Ennomolosz! Nomolosz! Ennomolosz! Nomolosz! 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 Oh!
az kvótermén. Tedd meg! Tedd meg! Kérlek! Harry! Kihúzom! Ne! Ne! Hagyjad! Már késő! Ne! A szép szélért nagy árat fizettél. Úgy halok meg, ahogy megálmodtam. Ne! Harry, ne! Mondd meg Gombapának, hogy legyen dicső király. Te pedig nagyon vigyázz a hölgyre! Ne, Harry, kérlek, ne hagyj meg! Ne! Ne, Harry! Watermane! Ne! Hagyjad! Állj meg! Ne! Bízz bennem! Megtaláltam. Forduljon el. Tessék. Ne nézze rá. Nem vagyok vadember. Nem félek a varázslatottól. Én a cár tisztje vagyok. Addig állom a pillantásod, amíg csak akarom. Nem ijesztesz meg. Lélegezz. Még egyszer. És most ne lélegezz. Ősök köve után kutatott. De te nem. Akkor miért?
Nem akarok az afrikaiak fölött uralkodni. Neked pénz kell, ami szintén hatalmat ad. Jól mondom? Milyen bölcs vagy. Szóval hízelegsz. A fehér ember, aki Inkoziért harcol, megbízhatatlan. Irigyled őt. Azért követed őt, mert irigyled. Menj. A te utad nem itt ér véget. Megtalálom, amit keresek. Igen. Csak hogy soha nem lesz a tiéd. Ígyunk! Sir Henryre! Henryre! A legbátrabb, legpimaszabb és legőrültebb vénemberre, aki élt a földön. A barátomra. Kész vagyok szolgálni, királyom. Ha elfogadsz. Meg kell mondanom, Inkozi, hogy amíg Tvala fogja voltam, egyedül ez a nő mutatott némi együttérzést. Leülhetsz mellé. Tudom, hogy sokkal tartozom neked, de van még egy utolsó kívánságom. Mi lenne az? Addig, amíg az emberek hisznek az ősök kövének erejében, a népem nem élhet biztonságban, ezért el kell pusztítani. Azt kéred tőlem, pusztítsam el? Így rendeltetett. Az ősök. Te is hallhatnád a hangjukat magadban. Figyelj, és higgy! Megtalálod, amit keresel. Thank you.
itt volnánk. Én nem mehetek tovább. Értjük. Álljon mögém. Ne mozduljon. És most indulás. Sétálunk egyet. Jól van. Csak óvatosan. Tovább. Mi lesz? Lelőjük egymást? A kulcs nálad van, a kamera a tiéd. De te nem erre vágysz, igaz? Te engem akarsz. Végig rám vadásztál. Itt az alkalom. Mi lesz, McNabb? Le fogsz lőni a saját pisztolyommal?
Ez hihetetlen. Édes Istenem. Itt az ősök kövéről írnak. Salamon király azt tervezte, hogy az összes törzset egy királyságba fogja össze. Ez a tábla a Sába iránti szerelméről szól. Ne veszítsük el a fejünket. Menjen előre. Még kell lennie valaminek. Nézze, az ősök köve. Ott van fent. Ne, ne, ne! Ne! Óvatosabban. Nos. Most már csak le kéne venni. Jaj, ne! 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 Tudhattam volna! Látom, maga nem túl beszédes ember. De szeretek beszélgetni. Máriával sokat beszélgettünk. A jövőről, az álmainkról, a farmunkról, és egész éjszaka társalogtunk a semmiről. Most hallom magától először a nevét. Tudja, ez... Elnézést, ha nem akar beszélgetni velem, csak üldögélni szeretne itt. Nekem az is jó. Jó, ha van kivel beszélgetni. Igazából arra gondoltam, ha egyszer kikerülünk innen, akkor szeretném megkérdezni, hogy velem maradna-e? Mert nem szeretném, hogy minden eltűnjön, és vele együtt az, amit maga iránt érzek. Egy szóval, úgy értem, mondjuk, ha feleségül kérném magát, mit válaszolna?
talán igent mondanék. Tényleg? Tényleg. Akkor hozzám jönne? Igen. Boldogan. Úgy szeretném megcsókolni. Mire vár? A gyűrű. Próbáljuk meg. Nem kell félnie. Nem fogom a szavám, tisztelt uram. Jöjjön csak. Mit szólna ahhoz, ha élete végéig magam mellett tartanám? Örülnék neki. Kiszolgálom fel a teját, Mr. Q. Köszönöm, Mrs. B. Hé, hogy vagy?
Szervusz, főnök. Szia, apa! Harry! Hogy megy a lasszúvetés? Megnézed? Feltétlenül. Vének talán már elég volt már a szórakozásból. Ó, semmi gond, Mrs. Quarterman. Úgy sem tudna elkapni, ha akarna sem. Gyerünk, kutasd meg, mit tudsz. Gyerünk, add ide. Lovacska. Majd meglátjuk, na, figyelj. Gyerünk. A szinkront a Hallmark Channel megbízásából a Master Film Digital készítette.